Zúgjon a Kossuth tér, zúgjon a szabad magyarok szavától, a szabad magyarok erejétől, mert megmutattuk május 6-án itt a Kossuth téren, hogy néhány maroknyi ember, akiknek fontos a magyar föld, fontos a magyar megmaradás, fontos a magyar jövő, a magyar önrendelkezés, néhányan, szinte maroknyian olyat tudtunk tenni itt a Kossuth téren, amitől azóta visszhangzik a magyar posványos pártpolitika, visszhangzik a lokálmédia. Tisztelt a kivételnek, köszöntjük a média megjelent képviselőit. És visszhangzik egészen a legalja újságíróktól, Bayer Zsoltól kezdve, egészen a köztársaság elnökéi. Mocskos hazárulók! Kedves barátaim, kedves hazafi bajtársak! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a rendezvényre, amelyet most ezúton megnyitok. 18 órára volt kitűzve eredetileg, de sajnos dolgom támadt jogvédőként. Egyrészt ma délelőtt, amikor itt az ünnepi biodíszletek jelenlétében zajlott egy perces szavazással megválasztott kormányfő ünneplése idején, vagy azzal egy időben engem és bajtársaimat a hajtóvadászatot indító rendőrség éppen kihallgatott. Azzal kapcsolatban, hogy egy hazaárulót nevén neveztek és leköptek, akit úgy hívnak, hogy Pásztor István. És miért nem tudtam ideérni pontosan? Azért, mert amikor már a több órás kihallgatáson véget ért, egyrészt fönn van ez már a világhálón, a gaudinagytamás.hu-n, olvashatjátok, láthatjátok, hogy feljelentettem a hivatali visszaérés büntette miatt azokat a rendőröket, azt a rendőrparancsnokot, aki elrendelte azt a nyomozást, ami nyilvánvaló módon törvénytelen, miután egy úgynevezett magánindítványos eseményről van szó, ahol két ember vitába keveredik, a másikra határozott jelzőket mond, majd ezt nyomatékot adva le is köpi. Nem mondom azt, hogy ez egy nagyon szerencsés dolog, de ez nem egy garázdaság, ez nem egy hivatalból üdvözendő bűncselekmény, hanem egy feljelentés alapján folytatható becsületsértési ügy. Ehhez képest, miután tegnap délelőtt a köztársaság elnöke kiállt álszent arccal, és ugyanúgy megkönnyezte az esetet, mint Schweizer rabbi állítólagos megtámadását, és egy szava nincs arról, hogy a délvidéken üldözik a magyarokat, egy szava nincs arról, hogy még mindig ott ülnek a börtönben, hárman a tömegi fiúból, mert a hetet kiszabadítottuk. A hét új temerényi fiút kiszabadítottuk. Erre sincs egyetlen szava, ahelyett, hogy köszönetet mondott volna nekem és bajtársaimnak, és az igaz magyaroknak, nem átalja azt mondani, hogy magyarságában sértették meg ezt az alávaló hazaárulót, akinek a nevét, ha meghallják az igaz délvidéki magyarok, köpnek egyet, és nagyon sokan, százak, ezrek küldték el üzenetüket, hogy megköszönjék azt, ami történt, hogy végre valaki nevén lett levezve. Milyen országban élünk? Tehát azért nem tudtam eljönni. Azért nem értem ide, mert miután érkezett a hír, hogy a janicsár rendőrség tagjai, akik végrehajtók, és persze zámos, rengeteg tisztességes rendőr van, ezúttal is köszöntöm őket, és köszönöm, hogy biztosítják a rendezvényt. Nagyon korrekt rendőrökkel találkoztam ma is a kihallgatás során. Megmondom őszintén, hogy ők maguk se értik ezt az egészet, és csak széttárják a kezüket, és mutogatnak fölfelé. És amikor most a Tolnai utcai kapitányságra érkeztem, utána nézek, hogy hol van az az őrizetbe vett hölgy, aki a köpés terrorcselekményét követte el, úgymond, egy hazaárulóval szemben, akkor azt mondták, hogy hát nem adhatnak információt, de ők se hiszik, hogy őrizetbe vétel történt, legfeljebb úgynevezett előállítás és kihallgatás, amely után természetesen szabad lábon kell, hogy védekezzen, hiszen nyilvánvaló, hogy ez is egy magyar ellenes koncepciós per. Ugyanolyan, mint ami Budázi Györgyi ellen folyik, azért nem tud most se itt lenni Gyuri, mert az elszámoltatás a sikeres, ugye? Sikeres macskakörömben, sikeres elszámoltatás következtében olyan parlamentünk lett, amiben ott ül a libatolvaj Bajnai,
ott ül a szemkülövető Gyurcsány, de Budázi György egy tüntetésre nem jöhet el, hogy kifejezze véleményét. Milyen ország ez? Milyen új rendszer ez? Az immediás lesz kezdés után most pedig engedjétek meg, hogy megkérlek benneteket arra, hogy ahogy minden rendezvény elején szoktuk a nemzeti hitet adó és hiterősítő rendezvényeinken, énekeljük el közösen a nemzeti himnuszt. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttetek. Van elég bátor magyar ember, aki a hazug média hazugsága ellenére tudja, hogy május 6-án a tüntetés a magyar földről szólt. Arról szólt, hogy ebben az elmúlt 4 évben, ahol én is parlamenti képviselő voltam, a második legaktívabb parlamenti képviselő, és akinek az érveivel szemben soha nem tudtak érdemi ellenérvet felhozni, egyetlen egy ellenérvük volt a kétharmados döntés. És számos csatát folytattam képviselőtársaimmal a magyar föld megvédése érdekében. És tavaly, 2013-ban azonban mégis megtörtént a gyalázat. Elfogadták azt a földtörvényt, azt a hazálló földtörvényt, ami most május 1-től lehetővé teszi, hogy külföldiek, külföldi állampolgárok, és nem csak Európai Uniós tagállami állampolgárok, hanem Európai Uniós társult tagból jövő, tagállamból jövő állampolgárok, például izraeli állampolgárok, de az utolsó földtörvénymódosítással lényegében minden világon működő cég Magyarországon a Szent Korona földjét megvásárolhatja, kisemmizve a magyar embereket, felélheti a magyar jövőt. Hagyhatjuk ezt! A parlamenten belül számos eszközt megpróbáltunk bevetni, rengeteg tüntetés is volt a parlamenten kívül. Talán a legemlékezetesebb az a pulpitus foglaló akció volt, amit javaslatomra a Jobbik frakció végrehajtott. Ott álltam, kifeszítettük a hazaáruló, az, aki átengedi a termőföldet idegeneknek. Molinót egyik oldalon fogtam én, a Molinót a másik oldalon Vona Gábor, a Jobbik elnöke. És nagyon bízom benne, hogy ez a harcos kiállás, amit akkor közösen megtettünk, ez folytatódni fog. Ugyanis nem fogom engedni, hogy éket verjenek közénk. Nem fogom engedni, hogy magyar emberek közé éket verjenek, azok közé, akik a szent termőföldünk megmaradásáért, a nemzeti önrendelkezésért, a magyar emberek felemeléséért küzdenek, a gyarmatosítás ellen küzdenek. Azért küzdenek, hogy egy olyan közösség tagjai lehessünk, akik a Kárpát-medencében meghatározói alakítói sorsuknak, és nem bérrabszolgának szánt végrehajtó emberek, nem végrehajtók által üldözött, kizsigerelt devizaadósok, hanem önálló gazdálkodásra, tevékenységre, jövőtervezésre, kivitelezésre képes, öntudatos magyar emberek, és olyanok, akik örömmel várják vissza azt a közel 500 000 magyar embert, magyar fiatalt jó részben, aki külföldre menekültek, gazdasági menekültén, nem kalandvágyból, hanem azért, hogy törlesszék többek között a devizaadósságukat. Na most ezeknek az embereknek a jövőért minden jó érzésű és jó gondolkodású és összefogni képes magyar ember együtt munkálkodására szükség van. Az ékverőknek nem engedünk teret, nevén nevezzük az árulókat, és a nemzeti ellenállási mozgalmunkat,
amelyet május 1-én az Európai Unió székháza előtti Budapesten kezdtünk meg, helyeztünk új fejezetbe, ezt folytatni fogjuk. Folytatni fogjuk, mert ahogy ezt a ottani elfogadott ultimátumunkban írtuk, a magyar nemzeti ellenállási hagyomány egyik legszebb része, hogy a janicsároknak, hódítóknak, gyarmatosítóknak és kiszolgálóiknak nincs kegyelem! Mindenkinek el kell döntenie, hogy hol áll. Nincs középút, nincsenek belgák, vagy valaki odaáll a magyar földügye mellé, vagy valaki odaáll a magyar önrendelkezés mellé, az elnyomott, kisemmizett, szerencsétlenségbe, szegénységbe taszított magyar emberek milliói mellé, vagy odaáll a határon túl elszakított sorban élő magyar testvéreink mellé, és nem hazaárulókat dicsőít, nem hazaárulók miatt ejt krokodilkönnyet, hiszen emlékezzünk csak vissza, 1989-90-ben történelmi lehetőség volt arra, hogy a trianoni békediktátum gyalázatát lemossuk a ránk erőltetett, igazságtalan, tisztességtelen határokat felülvizsgáltathassuk, és ahol lehet, végrehajtsuk a magyarság kivégzésére szánt trianoni diktátum revízióját, amennyi területet csak lehet, visszaszerezhessünk. Erre volt történelmi lehetőség 1989-ben és 90-ben. De most is megvan erre a lehetőség. És aki nem ezt az utat követi, hanem holmi kiszolgálókat, szerb nyalókat, magyarság árulóit képviseli, vagy támogatja, és őket védi meg olyanokkal szemben, akik évek óta, hosszú évek óta küzdenek. Küzdenek azért, hogy elcsatolt területen élő 3 millió magyar testvérünk számára végre valóság legyen az, hogy egyenrangú polgárként élhetnek saját ősi szülőföldjükön. Önrendelkezési jogot kaphassanak, ami mindenkinek jár az ENSZ alapvető dokumentumai szerint. És van egy ember, Pásztor István, aki jön, fogja magát, keresztül vág a mi földvédő tüntetésünkön, és provokál minket, mert provokáció, ez volt maga a provokáció. Így van. Hogy ő hazaárulóként az ő őt kitartó politikai szervezet március 15-i rendezvényének főszórókaként végigmegy itt köztünk, és abban reménykedik, hogy már ezt szó nélkül hagyjuk. Hát nem hagytuk szó nélkül, és volt olyan honfitársunk, aki nem tudott uralkodni indulatain. Hát, megmondom őszintén, megértem indulatait, még akkor is, ha nem tekinthetjük a dolgok elintézési módjának a leköpést. Mert a dolgokra rá kell mutatni, és még ennél is sokkal hatékonyabban kell leszámolni a hazárulókkal. Most megmozgatták, nem? Itt most többen is fel fognak szólalni, nem szeretném most minden muníciómat ellőni. Lesz majd még fontos bejelentés, a rendezvény végén nem fog a hosszúra nyúlni. Szerintem egy jó erős, maximum másfél óra alatt el fogjuk mondani üzeneteinket. És szeretnénk, hogy elvinnétek hírét annak, hogy az a kibontakozó nemzeti ellenállási mozgalom, ami május 1-én az Európai Unió székházának főbejáratára tűzte a magyar nemzet ultimátumát, és amely elfogadta a petíciót, amit itt május 6-án a földvédő petíciót, amelynek 3 követelése az, de összességében az a követelése, hogy 15 napon belül, legkésőbb 2014. május 22-ig a Magyarországgyűlés tegye meg azokat a törvényalkotási lépéseket, amellyel egyszer és mindenkorra kizárják azt, hogy külföldi megszereshesse a Szent Korona tulajdonát képező szent magyar termőföldet. Tehát ezt a nemzeti mozgalmat nem lehet megállítani, nem lehet bemocskolni, úgy, mint ahogy 1956-os szabadságharcon is megpróbálták bemocskolni. Bértolnokok, árulók, pribékek, janicsárok elszajkozták éveken át, hogy ellenforradalom. Majd eljött a váltás,
és azok, akik szajkózták azt a ellenforradalom, azok álltak, úgymond váltottak át leghamarabb, majd találták magukat a rendszerváltás, idézőles gengszterváltás, tényleges gengszterváltás húsos fazékai mellett, és mai napig ők azok a zöldbárok, akik a vidéken, most már a narancsbárokkal együtt elszívják a levegőt, lehetetlené teszik a magyar kisgazdák életét a földeken. Lehetetlené teszik azt, hogy gazdaságukat tisztességesen, normálisan működtessék. Hát ezt a helyzetet nem fogjuk hagyni, és ennek jegyében kértem több barátomat, hogy szóljanak ezen a rendezvényen gazdákat, földvédőket és otthonvédőket és hazafiakat, olyan hazafiakat, mint Budaházi György, aki nem tud itt lenni ezen a rendezvényen, nem sokára felhívjuk, reméljük eljut hozzá hangunk, és meg tudja várni, hogy mindjárt bekapcsoljuk ide a rendezvényre. Ugyanis, ahogy említettem, tehát nem tud itt lenni ezen a rendezvényen, de itt van velünk lélekben, gondolataival, és alkotás jogait úgy is gyakorolja, hogy immáron több mint 6 éve a gyakában lóg ez az eljárás. Hát ez az igazi gyalázat. Az az igazi gyalázat, hogy koncepciós eljárások folynak hazafiak ellen. Az az igazi gyalázat, hogy magyar termőföldet elkívánják zabrálni, átkívánják engedni hódítóknak, gyarmatosítóknak. Az az igazi gyalázat, hogy a hazaárulók mellett zár össze a magyar politikai elit, ennek fal az a lakálymédia, és nem például Rácsabó László, a tisztességes délvidéki magyar munkássága kap megvilágítást, aki a Magyar Polgári Szövetség élén velünk ott volt, Bozóki Antallal, a neves jogvédővel együtt, tavaly Strasbourgban, az Európa Tanácsi akciónkban, majd pedig Morvai Krisztinával közösen folytatott európai parlamenti akciónkban, ahol felhívtuk a figyelmét Európának arra, hogy amíg nem oldják meg a magyar ügyet, addig nem lesz béke Európában, Közép-Európában, addig egy időzített bombán ül mindenki, és sokkal jobb elkerülni a koszovói utat, sokkal jobb a dél-tiroli utat választani, ahol tárgyalásos úton, de végül olyan megoldás születik, ahol az őshonos közösség, a közel 300 ezer, és ugyanolyan létszámú dél-tiroli közösség, mint a délvidéki magyar közösség, egyenrangú, büszke és közösségjogot gyakorló részese az európai közösségnek. Addig nekünk ne beszéljenek Európáról, ne beszéljenek a határokon felüli nemzetegyesítésről, amíg felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, délvidéken folyamatosan romlik a magyarság helyzete, mert mindenütt vannak árulók, megélhetési politikusok, akiknek a legfőbb feladata az, hogy kitartóiknak pénz fejében szavazatot szállítsanak. Ez a nemzetpolitika? Nagyon fontos erénye volt ennek a tüntetésünknek, hogy egymásra találtak a kisemizettek, a kizsigereltek, a harcosak, a jogfosztottak, és a földvédelem platformján letették a voksukat, eljöttek velünk együtt tüntetni, tiltakozni a kizsigerelt devizaadósok. Nagyon köszönöm, hogy becsatlakoztak ebbe a mozgalomba, ez jelképes is, mert a jelszavuk is ez, nem adom a hazám, nem adom a házam, ugye hozzátehetjük, ugye nem adjuk a földet, nem adjuk a földet, és nem adjuk a házat sem, mert ez mind a kettő a megmaradás záloga. Ezt a sorsot szánják nekünk ebben a csendes, most már egyre kevésbé csendes, egyre látványosabb magyarság elleni nyilvános népirtási folyamatban. Ennek jegyében kérem most a devizaadósok képviseletében Póka Lászlót, hogy szóljon hozzánk, hiszen hozott egy üzenetet, ha jól látom, társaival együtt, amely tulajdonképpen amely üzenet némiképpen egybehangzik azzal az üzenettel, amit az engem provokáló sajtócsahosoknak voltam kénytelen elmondani, hogy bizony minden hazáruló így jár! Van,